Kizárólag a párt tagjai indulnak az őszi helyhatósági választáson a képviselői helyekért, hangzott el a Fidesz jelöltbemutató sajtótájékoztatóján a Kossuth Lajos utcai székházban. A párt paksi elnöke Bordás József hangsúlyozta, a jelöltek mindegyike élvezi a választmány és a felső vezetés bizalmát. Mire a kopogtató aláírásgyűjtés elindul, addigra teljesen elő leszünk készülve a kampányra mindenféle szempontból. A programalkotás, mint említettem, folyamatban van, én azt gondolom a programunk ebben a hónapban össze fog állni, és felkészülten tudunk kiállni majd a választópolgárok elé. Nem titok az sem, hogy komoly rendezvényekkel is fogunk készülni. A jelöltek közül öten Ulbert Sándor, Bordás József, Kern József, Csajáki Sándor és Leber Ferenc már rendelkezik képviselői múlttal, míg Ostermayer László, Enyedi Csaba és Forster György először indul a városvezetői székekért. Bízom abban, hogy újból meg fogunk kapni a tisztelt választópolgároknak a bizalmát arra, hogy én átadhassam ezt a tapasztalatot. Nagyon nagy szükség lenne rá, hisz most nem csak a képviselőnk így között lesz majd teljesen új emberek, hanem természetesen a polgármester úr is úgy lesz, remélem. És hogyha most ezt a részt nézem, akkor igen nagy feladat elé vagyunk állítva, mert ez egy igen-igen tisztességes, becsületes munkával lehet csak azt elérni, ami már jelen pillanatban megvan. De mivel, hogy nagyon sok dolgozni ember akad itt nálunk, így ez nem hiszem, hogy nagy probléma lenne. 2005-ben kerültem a Fideszhez. Az érdekképviseleti munkámon keresztül, ugyanis a Paksi Atomerőmű szakszerti főbizalmi voltam már nagyon fiatalom, és ott is komoly eredményeket éltem el, több száz fiatalnak fizetésemmel is sikerült kiharcolnom, és az ottani főbizalmi társam, aki a Fideszben politizált már, felfigyelt erre, és hát felajánlott ezt a lehetőséget, hogy itt politizáljak tovább, úgyhogy 2005-ben kerültem ide a Fideszhez. Gyakorlatilag vezetőségi tagként az utóbbi két ciklusban dolgozom, illetve az önkormányzatnak a gazdasági bizottságában is tevékenykedtem, és hát büszke vagyok rá, hogy a közélet tisztaságára irányuló szabályozásokban tudtam újat alkotni, hozzáadott értéket adni. Az összejövetelen természetesen részt vett Kozman György is. A Fidesz polgármester jelöltje elmondta, örül, hogy több fiatal is bekerült a csapatba, akik biztosíthatják a lendületet. Régi kedvenc mondásom, egy politikustól hallottam, hogy ilyen nagy futás előtt, ami itt Paksra vár, paksi emberekre vár, illetve itt miránk is vár, arra kell gondolni, hogy ez a mondás nagyon helyi való, hogy az öregek tudják az irányt, mi pedig fiatalok tudjuk, hogy bírjuk a tempót. Ez egy nagyon fontos mondás, és én azt gondolom, hogy igyekeztem ezt képviselni, így aztán ennek megfelelően több fiatal bekerült a képviselő jelöltek közé, és ott vannak az öregek, akik jelen esetben ugye nem sértődnek meg, ők nem a korukra gondolunk az öreg szó alatt, sokkal inkább az ő tapasztalatukra, az eddig eltöltött jó néhány évre, amit az önkormányzati világban eltöltöttek. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egy ilyen vegyes csapat legyen. Elhangzott az is, hogy az ő tudásukat most igyekeznek maximálisan átadni a fiataloknak. Ulbert Sándor személyében a KDNP is képviselteti magát a csoportban, így a Fidesz és a kereszténydemokraták közötti országos szövetség Pakson is érzékelhető. Bordács József hozzátette, a következő három hónapban kemény küzdelemre számítanak, de meggyőződése, hogy programjuk mellé állnak majd a paksiak.